közgyűlés lényeges kérdésekben határozott a képviselőtestület. Foglalkoztatási együttműködés a megye gazdaságát és munkaerőpiacát segítheti a paktum. Reppelve tanultak, rendhagyó francia óra az ötvösben. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Soron kívüli intézkedést kért az önkormányzat a szaktárcától, hogy segítsen rendezni a város és az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT között kialakult pénzügyi nézeteltérést. A zöld irodaházat ajánlhatják fel a park szállóért cserébe, és a Spari tulajdonosa vehetik meg a Bozsik Akadémiát. Többek között ezekben a kérdésekben hozott ma határozatot a város közgyűlése. Emellett pedig éves beszámolót tartott a rendőrség és a katasztrófa védelem is a képviselőtestület ülésén. Rómában vendégeskedett Nyíregyháza, ahol jól szerepelt a város, jó a hírneve és nagy a befektető érdeklődés iránta. Erről számolt be a polgármester a mai közgyűlés elején. Ezt követően kezdődött el a napi rendi pontok tárgyalása. A közgyűlés tagjai előtt a nyíregyházi rendőrkapitányság vezetője számolt be a tavalyi évről. Illés László elmondta, 2016-ban a létszám és az illetékességi terület alapján a Miskolci után a nyíregyházi lett a második legnagyobb vidéki kapitányság. A fejlesztés mellett pedig a statisztikai adatok is kedvezően alakultak. Csökkenő bűncselekményszám mellett növekvő nyomozási eredményességet tudnak szinte valamennyi területen felmutatni. A rendőrkapitány szerint ez többek között annak köszönhető, hogy komoly összefogás alakult ki a városban a közbiztonság javítása érdekében. Akár a rendőrség, akár az együttműködők, akár az önkormányzat, polgárőrség, közterületfelügyelet részéről egy olyan szintű közös munka állapítható meg. Nem tudunk olyat kérni, olyan akciót szervezni, ahol ezek a szervezetek ne képviselnék esetleg magukat. A rendőrség munkáját pártállástól függetlenül dicsérték a képviselők. Béres Csaba azt mondta, a közbiztonság érezhetően javult a városban. Ennek nagyon örülünk, hogy a közbiztonság Nyíregyházán ilyen léptékben és formában növekedik. Örülünk, hogy a rendőrség ilyen sok preventív előadásokat is tart, iskolai előadásokat, vagy közlekedéssel kapcsolatos előadásokat. Örülünk annak is, hogy szoros együttműködésben vannak társszervekkel, mint a közterületfelügyelettel és a polgárőrséggel is. A képviselő ugyanakkor szorgalmazta, hogy mint Miskolcon, Nyíregyházán is hozzanak létre önkormányzati rendészetet, amivel szerinte még inkább lehetne javítani a közbiztonság helyzetén. A katasztrófavédelem éves beszámolójából az derült ki, hogy többek között javult a tűzoltóság technikai felszerelése, erre pedig nagy szükség van, mert egyre több tűzesethez és műszaki mentéshez kell vonulniuk. Dr. Kovács Ferenc polgármester két soron kívüli tulajdonosi felhatalmazáshoz is kérte a képviselőtestület hozzájárulását. Az egyik a Park Hotelt érinti. Ez jelenleg állami kézben van, és a képviselők a közelmúltban úgy döntöttek, hogy Sóstó fejlesztése érdekében megpróbálják ingyen megszerezni. Az állami vagyonkezelő azonban azt a választ adta, hogy térítésmentesen nem tudja Nyíregyháza tulajdonába adni az értékes ingatlant. A polgármester ezért azt a javaslatot tette, hogy a képviselők járuljanak hozzá egy csereügylethez. Ez alapján a zöld irodaházat ajánlhatják fel a sóstói szállodáért. A képviselők hozzájárultak a kéréshez, így a polgármester tárgyalásokat kezdhet a kérdésben illetékes nemzeti fejlesztési miniszterrel. A Hősök terén a régi zöld irodaházban a több mint 90%-ban a kormányhivatal dolgozói részlegei vannak ott, és hát az egy nagyon felújításra szoruló épület, forrás is lenne az épület is, és hát az ügyfeleknek is teljesen más lenne. Ezért tavaly decemberi közgyűlésünk elé vittem a kérést, azzal a javaslatot, hogy cseréljük el. A másik felhatalmazás egy levél elküldéséről szólt. A polgármester ugyanis Sesták Miklós miniszterhez kíván fordulni azért is, hogy segítsen megállapodni a tömegközlekedési feladatok biztosításáról az állami tulajdonban lévő Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT-vel. A szolgáltató és az önkormányzat között ugyanis jogvita alakult ki a szolgáltatásért fizetendő összegről. A város évvégéig szeretné megbízni a szolgáltatás biztosításáról az EMKK-t, de a cég jóval többet kér ezért, mint amennyit a város korábban a személyszállításért fizetett. Napi rendi pontok között szerepelt az is, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá a Nyíregyházi Labdarúgó Akadémia eladásához.
Az akadémiát a Spari tulajdonosa kívánja megvenni. A polgármester elmondta, szakértők állapítják majd meg az utánpótlás nevelő intézmény értékét, és ezután kezdődhetnek meg a tárgyalások a vevővel. A Fidesz frakció szerint az eladás azt biztosítja többek között, hogy egy kézben legyen az utánpótlás nevelés és a felnőtt csapat menedzselése. Minden szempontból a gyerekeknek a fejlődése az jobban egy kézben van, ezért döntött ugye a város tulajdonképpen, hogy ezt a Bozsik Akadémiát a Spartakusznak eladja gyakorlatilag, úgyhogy a feltételek mellett természetesen, tehát a fiataloknak a képzése biztosított legyen, hogy itt minél hamarabb megfelelő szintre kerüljön a nyíregyházi labdarúgás. Az MSZP tagjai ugyanakkor nem tudtak azonosulni az adásvétellel. Nem látom értelmét ennek az ügyletnek, nem látom értelmét azért sem, mert meggyőződésem szerint a mai világ az pontosan nem arra visz, hogy a csapatok azok saját maguk működtessék, Magyarországon főleg nem, rendkívül rossz példákat lehet erre látni, Nyugat-Európában hál' Istennek jókat, de mi nem tartunk itt. Legközelebb április végén ülésezik a képviselőtestület. Foglalkoztatási együttműködési megállapodást írtak alá a Continental Arénában. Ezzel megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási paktum szervezet, amelynek elsődleges célja a megye gazdaságának és munkaerő piacának a fejlesztése és támogatása. 2021 májusáig több mint 2,5 milliárd forint fordítható a megye foglalkoztatási helyzetének javítására. A Continental Arénában aláírt foglalkoztatási paktumban a megye foglalkoztatási helyzete szempontjából meghatározó önkormányzatok, intézmények és szervezetek vállalták, hogy feltárják a megye foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájárulnak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához és humán erőforrás fejlesztéséhez, illetve segítik a munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodását a foglalkozáspolitikai, gazdasági és munkaerőpiaci változásokhoz. Azért fontos, hogy egy megye odaálljon e mögé, vagy egy nagyobb város odaálljon az ilyenlegű tevékenység mögé, hisz koordinálni tudnak, össze tudják hozni azokat a munkaadókat, vagy keresik azokat az embereket, akik náluk helyezkednének el, és azokat a munkavállalókat tudják terelgetni a cégek irányába, akik vagy változtatni akarnak egy munkahelyet, vagy pedig most döntötték el azt, hogy be akarnak lépni a munkaerőpiacra, és munkából akarják eltartani a családjukat. Az együttműködési megállapodás aláírásával 28 taggal megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási paktumszervezet, amelynek elsődleges célja a megye gazdaságának és munkaerőpiacának fejlesztésében érdekelt felek támogatása, a kialakított partneri hálózat működtetése, a megyei foglalkoztatási stratégia és akcióterv, valamint az ezekben megfogalmazott projektek megvalósítása. A pályázat keretein belül több mint 1000 fő foglalkoztatása támogatható, képzésbe közel 500 fő vonható be, egyéb szolgáltatás igénybevételére pedig megközelíthetőleg 1500 fő jelentkezhet. A közvetlen célcsoportot a hátrányos helyzetű munkanélküliek jelentik. Az eső visszatérők, ugye az alacsonyan képzettek, a hátrányos helyzetűek, akkor a fiatal korosztály, pontosan a 25, illetve 30 évig terjedő munkába éppen belépő fiataloknak az ügyét próbáljuk majd megoldani közös gondolkodással és olyan programoknak az elindításával, amely körülbelül középtávon sikerre is vezethet. A program zárásaként elfogadták a pályázat megvalósíthatósági tanulmányát, amely alapján hamarosan elkészül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiája. A 2018-as országgyűlési választásokon dr. Fülöp Erik, a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselő jelöltje a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 2. számú választókerületben. Ezt jelentették be a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Dr. Fülöp Erik, a Jobbik alelnöke, 2010-től tiszavasvári polgármestere és 2014 óta a megyei közgyűlés tagja. A képviselőjelölt hangsúlyozta, a Jobbik 2018-ban kormányváltásra készül, az embereknek minden életterületen biztonságot, valós munkahelyeket, európai béreket szeretnének teremteni. Azon munkálkodom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei embereknek az életét jobbá tegyem, országgyűlési képviselőjelöltként is, és esetlegesen országgyűlési képviselővé történő választásom alkalmával is ennek a megyének és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. számú körzetének a problémáit akarom képviselni, és erre valódi megoldást szeretnék találni.
Megnyílt a régió legnagyobb állásbőrzéje a Continental Arénában. A Kelet állásbőrzén a megyéből és külföldről több mint 60 cég mutatkozott be, és közel 500 állásajánlattal várta az érdeklődőket. Ez a hölgy már többször is regisztrált különféle álláskeresési oldalakon, hogy megtalálja a számára a legmegfelelőbb munkát. Most azért jött el a Continental Arénában megrendezett Kelet állásbőrzére, mert személyesen szeretne tájékozódni a lehetőségekről. Szerinte itt erre nagyobb esély van, több mindent tudhat meg, mint ha online böngészne, hiszen 60 megye és nemzetközi cég mutatkozik be, 500 akár konkrét állásajánlattal. Úgy gondoltam, hogy jó lehetőség személyesen is megbeszélni, érdeklődni és tanácsokat kérni, hogy mégis hova, milyen munkahelyre jobb jelentkezni, milyen fizetési lehetőségekkel. Prospektusokból, internetről is lehet már szemezgetni az állásajánlatok között, illetve meg lehet ismerni egy cég hátterét is. Azonban az állásbőrze nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló között ne csupán egy személytelen kapcsolat alakuljon ki. Ez egy közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőség. Az itt kitelepült munkáltatók egyrészt bemutatkoznak, bemutatják, hogy ők mit csinálnak, mivel foglalkoznak, és a standok mögött helyet foglaló kollégák közvetlenül el tudják mondani az érdeklődőknek, hogy náluk milyen munkalehetőségek vannak, milyenek a munkakörülmények, és azért ez mindig életszerűbb, hogyha valaki, aki ott dolgozik, személyes kérdésekre azonnal válaszol. A megnyitón részt vett Cseresnyi és Péter, a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár is, aki kiemelte, a kormány intézkedéseinek köszönhetően egyrészt a fiatalok foglalkoztatottsága európai szinten is jelentősen nőtt, valamint a munkaerőpiacon verseny alakult ki a motivált munkaerő iránt. Manapság arról beszélünk, hogy hogyan lehet azt a munkaerő igényt kielégíteni, amely nem csak Nyíregyházán, nem csak Szabolcs-Szatmárban, hanem az egész országban megjelenik, és egy kellemesebb problémaként, mint ezelőtt 6-7 éve, amikor jelentős munkanélküliséggel kellett megküzdeni. A munkaerőpiacon ma hiány szakmának számít például az ács, az állványozó, az asztalos, de akár az ápoló, vagy több, igen modern, 21. századi terület is, annak ellenére, hogy utóbbiak igen nagy népszerűségnek örvendenek a fiatalok körében. Az informatika mindenképpen vezető ágazatnak tekinthető, most már nagyon hiány van például programozók és számítógép szerelők iránt is, illetve olyan szakmák, ami talán a gyereket jobban érdekli, kommunikáció, a média, a vendéglátás, akár a turisztika, vagy idegenforgalom is. A munkavállalóknak bizonyos kritériumoknak is meg kell felelnie, ezért elengedhetetlen a folyamatos fejlődés, tanulás. Ebben a város is szeretne segíteni. Azt hiszem, hogy itt a következőkben elindul egy olyan keresési és összezárási folyamat, ami megteremti ezt a lehetőséget ezekre a képzésekre, és arra is, hogy ne kelljen nagyon messzire menni munkát vállalni, hanem aki a megyében szeretne maradni, az itt is tudjon, és normális, biztos életet tudjon majd magának mondani. Az állásbőrze egy szakmai fórumnak is helyet adott, melyen a foglalkoztatás jelenlegi helyzetéről esett szó. Rendhagyó tanítási órán vehettek részt az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium tanulói. Hogy milyen módon tanulhattak francia verset a gyerekek, az mindjárt kiderül. Előtte még nézzük a nap további híreit. A térségi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Tájékoztatja ügyfeleit, hogy március 31-én pénteken a Bokréta utca 22 szám alatti ügyfélszolgálat technikai okok miatt zárva tart. Április 3-ától azonban a megszokott nyitvatartás szerint várják az ügyfeleket. Április 1-től szombattól a jövedéki adó változása miatt a benzinára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 12 forinttal csökken. Így mindkét üzemanyag átlagára 349 forintra módosul. Az aktuális változásokat nyomon követhetik a holtankoljak.hu honlapon. Csütörtök délelőtt helyismereti bejáráson vettek részt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltói a Sip utcán található Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. A szakemberek ellenőrizték a vészkijáratokat, a porraloltó berendezéseket, a tűzcsapokat, az áramtalanító főkapcsolókat, a menekülési útvonalakat, valamint azt, hogy van-e az épületben gyúlékony anyag.
Táncoltak, reppeltek és színészkedtek is azon a különleges nyelvórán a nyíregyházi diákok, amit Yves Godin tartott az Eötvös József gyakorló általános iskolában. A francia költő a Budapesti Francia Intézet meghívására érkezett Magyarországra, és Hugues Denisseau francia oktatási attassé társaságában vidéki középiskolákban tart speciális francia órákat. Nyíregyházán három gimnázium tanulói kaptak ízelítőt a különleges bemutatóból. Mais je défendrai la maison de mon père. Franciául tanította rappelni Yves Godin a nyíregyházi diákokat. Körbeállította őket, majd elindított egy zenei alapot, és szavanként tanította meg egyik versét a tanulóknak és tanáraiknak. A diákok nagyon élvezték a speciális órát. Nagyon különleges volt, még sose csináltunk ennyire intenzív órát. Érdekes volt megfigyelni, hogy hogy látja ő a világot és a magyar nyelvet. Az Eötvös mellett a Kölcseiből és a Szent Imréből is jöttek diákok, hogy találkozzanak a kortárs francia költővel. Yves Godin, Hugues Denisseau oktatási attasé kíséretében érkezett Nyíregyházára. Az is kiderült, hogy a költő a Budapesti Francia Intézet invitálására repült Magyarországra, és összesen négy vidéki gimnáziumban tart különleges nyelvórákat. All those wonderful schools in Hungary, we can join together. Ezekkel a csodálatos magyar diákokkal képesek voltunk együttműködni, fel tudtuk fedezni ezen a módon, hogy a magyar és a francia emberek között szoros kapcsolat van, hiszen mindkét nemzet egyedi kultúrával rendelkezik, de így képesek vagyunk egybefonódni. A test, a zene és a költészet segítségével valóban összekötjük egymást, és ez egy csodálatos lehetőség, hogy a világot békével árasszuk el. A közelmúltban frankofon hónapot tartott a Budapesti Francia Intézet, tanulmányi versenyeket szerveztek és filmvetítéseket tartottak, így népszerűsítették a francia nyelvet és kultúrát. A költő látogatása ehhez a kampányhoz kapcsolódott. A nyíregyházi francia tanárok szerint amellett, hogy különleges, rendkívül hasznos is az ilyen nyelvi óra. Teljesen rendhagyó óra, ami úgy gondolom, hogy a diákok szempontjából is nagyon fontos, a további nyelvtanulások szempontjából. Nyíregyházán több középiskolában lehet francia nyelvet tanulni, és sok diák él ezzel a lehetőséggel. Az oktatási intézmények gyakran tanulmányi utakat is szerveznek Franciaországba, hogy a diákok tudják gyakorolni a megszerzett nyelvtudásukat. Ebben az esetben azonban egy nem hétköznapi nyelvi lektor jött el Szabolcsba, hogy segítse a nyelvtanulást. A Vasas elleni bajnoki elődöntőre készül a Fátum Nyíregyháza. A női röplabda együttes több kulcsjátékosával szerződést hosszabbított, így a csapat magja együtt marad. Az Újpest legyőzése után a legjobb négy közé jutott a Fátum Nyíregyháza a női röplabda bajnokságban. A következő ellenfél a Vasas lesz, a párharc pedig már három nyert mérkőzésig tart. Szombathelyi Szandra nyáron épp a fővárosiaktól érkezett a Szabolcsi megye székhelyre. Én nagyon várom a Vasas mérkőzést. Nyilván én onnan jöttem, előző évben ott játszottam, nekem mindig ez egy kicsikét egy plusz fricska, hogy több erőt kapok, úgyhogy nagyon várom. A csapat kapitányt a héten egy jó hír fogadta, a klub vezetése a jövőben is számít játékára, és szeretnék a keret nagy részét együtt tartani. Marad Vacsi Evelin és Josefina Fernández is. Ez egy nagyon jó csapat, olyan csupa nagybetűvel szokták mondani, ezért nem akartam engedni azt, hogy bármerre más irányba kacsingassanak, akár játékosok, akár ő feléjük más csapatok. Ugye egy ilyen teljesítmény után, amit idén bemutattak, nyilvánvaló, hogy sok más kérő is jelentkezett és jelentkezik, így viszont ezt megelőztük, ők már biztos, hogy csapattal maradnak, de én azt gondolom, hogy legfeljebb 2-3 játékos lesz, aki nem folytatja nálunk, úgyhogy lényegében jövőre számíthatnak arra a nézők, hogy az idei Nyíregyháza folytatja. Josefina Fernández nem csak jövőre, hanem már most a Vasas ellen is játszhat. Az argentin ütő sérülése rendbe jött. Nagyon jól vagyok, tökéletes az állapotom, készen állok arra, hogy játszak. Legutóbb az UTA ellen már pályára léphettem, és jól éreztem magam, mondta Josefina Fernández. A Vasas ellen Budapesten kezdenek a jövő héten kedden a mieink, az első nyíregyházi meccsre pedig pénteken kerül sor. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden.
Soron kívüli intézkedést kér az önkormányzat a szaktárcától, hogy segítsen rendezni a város és az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT között kialakult pénzügyi nézeteltérést. A zöld irodaházat ajánlhatják fel a park szállóért cserébe, és a Spari tulajdonosa veheti meg a Bozsik Akadémiát. Többek között ezekben a kérdésekben hozott ma határozatot a város közgyűlése. Emellett pedig éves beszámolót tartott a rendőrség és a katasztrófavédelem is a képviselőtestület ülésén. Foglalkoztatási együttműködési megállapodást írtak alá a Continental Arénában. Ezzel megalakult a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Foglalkoztatási Paktum szervezet, amelynek elsődleges célja a megye gazdaságának és munkaerőpiacának a fejlesztése és támogatása. Táncoltak, reppeltek és színészkedtek is azon a különleges nyelvórán a nyíregyházi diákok, amit Yves Godin tartott az Eötvös József gyakorló iskolában. A francia költő a Budapesti Francia Intézet meghívására érkezett Magyarországra, és ők Degnyizó francia oktatási attassé társaságában vidéki középiskolákban tart speciális francia órákat. Nyíregyházán három gimnázium tanulói kaptak ízelítőt a különleges bemutatóból. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, legfrissebb hírekkel pedig pénteken este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!